Miau. Jó, ezt létszi még egyszer újra. Miau. Hát ez is szar volt. Na jó, van, most már nem érdekel, kérem a béremet. Nincs bér. Hé! Üdvözlök mindenkit, ma a csodálatos, eszvedmeges Petrészőt mutatom be, a junior jelzés ne tévessze meg senkit, ma már nem juniorként árulják. Az első ok, amit bemutatom a játékot, az a szinkron. Hallgassátok. Mi újság? Oké, ez még elmegy. Válasz engem. Jó, a bemutatkozásnál még elmennek ezek a hangok. Én vagyok a legfürgébb dino a világon. Mizu! De verseny közben is ilyeneket dumálnak végig. Mutassuk meg, ki a főnök! Oké, jön mindjárt a kedvencem. Legyél a menedzserem! A teknős! Válasz! Engem! Te jóságos ég, ez meg mi volt? Haver, ez király lesz! Együtt bárkit legyőzünk! Azt hiszem, szundítok egyet. Oké, én elhiszem, hogy megpróbálták a szinkronnal jellemezni az állatokat, hogy a teknős lassan beszél. Jó, rendben van, bemutatkozás, oké. De végig így fognak beszélni a játék során, és őrületbe kergetett. És ez a másik dolog, amit nem értek. Mi az, hogy pet racer, háziállat versenyző? És akkor mit keres itt egy oroszlán, egy cápa, egy párduc, egy zsiráf, értitek? És hogy ez itt mi a lófene? Erre a mai napig nem jöttem rá. Na mindegy. Na és akkor kezdjük a versenyt. Csak hallgassátok, titeket nem idegesítene ezt hallgatni végig? Mi a jobb? Turbo teknős visszatér! Ez már jobb? Ettől begurulok. Ettől... begurulok! Mindjárt! Mindjárt! Hiányozik! Turbo teknős visszatér! Ez aztán sebesség királyság! Nos, ízelítőnek szerintem ennyi elég is volt. Valami erőltetett a szinkron. Nehéz elviselni idő után, állandóan ismétlődnek a mondatok, vettek volna fel plusz 10 mondatot, egyből más lett volna a helyzet, de hát valamiért nem jött össze. Aztán megnyered a versenyt, azt is nagyon szeretem, mindig meg kell várni a többieket, míg beérnek. Aha. Oké. Okay. Még jó, hogy nincs estére programom. Na. Lesz életem legjobb napja! Csodálatos. Egy másik ok, amiért döntöttem a játékot, az az, hogy elég csúnyán Poppint. Poppint egy zseniális játékról, és ezt személyes sértésnek veszem, mert imádom az eredetit. Az idősebb nézők szerintem már rájöttek, hogy én bizony a Wacky Wheels-ről beszélek. A Wacky Wheels a 90-es években szerintem elkülönhetetlen volt, mindenki játszott vele legalább a demo verziójával, mert azzal is órákig el lehetett lenni, és a mai napig szívesen előveszem, mert baromi hangulatos, és egyszerűen poén vele játszani. A főszereplők itt is állatok, igaz, itt nem háziállatoknak vannak beállítva, úgyhogy annyira nem is durva, hogy egymás ellen versenyzik egy panda, maci, pelikán vagy elefánt. Fel lehet venni itt is fegyvereket, legyen az bomba, olajfolt, a standard fegyver az egy sündisznó, azokat kell lövöldözni egymásra. És még egyszer csak ajánlani tudom a játékot, baromi hangulatos, és egyben jó kedve lesz az embernek. Ez ami a mai játékok többségéből hiányzik. Hú, de nézz eltalálni ezt az elefántot. Na most megvan. És emellett a játék ilyen poénos extrákat is belerakott, például amikor egymás ellen versenyzünk, akkor mindenféle ilyen hülye ördögöket oda lehet rakni a másik képernyőjére,
eltereld a figyelmét, hogy ne lássa a pályát. Csak nézzétek ezt a riszálós segget, hát én ezt órákig bírnám nézni. Szóval igen, a Petrészre egy hatalmas Wacky Wheels utánzat. De most jönnek egyesek, hogy hölgy! A Wacky Wheels viszont egy Super Mario Kart utánzat. Szerintem annyira nem vészes, eleve két platformon jelent meg a két játék, de tény is való, a videójátékok között is állandóan vannak kopizások. Amíg van egy jó eredeti, mindig lesz egy gyengébb utánzat. De ez szerintem még csak nem is minden, nézzétek csak a jobb felső sarokon ezt a számlálót. Engem baromira emlékeztetett az Egyszer volt az ember nevű rajzfilm sorozatból erre a számlálóra. A másik, amitől barom igénytelen a játék, hogy könyörgöm, amikor felveszi a fegyvert, még csak célozni sem kell. Egyszerűen egyből ott a célkereszt, nyomsz egy gombot és kész. Wacky Wheelsben legalább jó kellett időzíteni a lövést. De nem, itt fölveszed, célkereszt, paradicsom bazuka egyből célkövető. Az ilyeneknek hála multizva sem élvezetesebb a Petrészről, emellett bugos is. Ez a lebegős baromsággal többször is találkoztam már. Úgyhogy nem jó a játék, nem hangulatos, unalmas, próbálkozik kampányokkal, de nem segít semmit. Tempó számít. Szóval, benevezel egy turbó versenyre? Dehogy nevezek. És állandóan ismétlődnek a pályák, és itt a kampány során 6-szor kell végigmenni ugyanazon a pályán, és állandóan meg kell nyerni. Mi a francért kell 6-szor ugyanazon végigmenni? Tudom, hogy rövid a videó, nem annyira látványos, de nehéz érzékeltetni autós játékoknál, hogy rossz egy játék. Ne próbáljátok ki, vannak sokkal jobb alternatívák. Ja, és aki tengeri beteg, az főként ne próbálja ki. Na jó van. Sziasztok.